Laboratóriumi vizsgálatokkal megerősítették a koronavírus delta variánsának jelenlétét Szlovákiában, közölte szerdán a közegészségügyi hivatal, UVZ. Ján Mikas országos tiszti főorvos szerint a fertőzött személy senkivel nem került közeli kontaktusba, és nem szorul kórházi ápolásra. Jelenleg otthoni karanténban van, és betartja az összes járványügyi előírást, a most kimutatott eset a delta variáns B.1.617,2 szlovákiai megjelenésének első példája. A vírusnak az országban már májusban megjelent indiai változata, a vírus úgynevezett kappa B.1.617,1 variánsa volt. Az UVZ szerint az országban továbbra is a legnagyobb mértékben a koronavírus brit változata van jelen, a közegészségügyi hivatal szerint aggodalomra ad okot a delta variáns megjelenése, mivel egyértelmű tudományos bizonyítékok vannak arra, hogy ez a vírusmutáció befolyásolhatja a járvány terjedésének sebességét és módját, illetve az immunválaszt. Ján Mikas hangsúlyozta, rendkívül fontos az óvatosság és a megelőző intézkedések betartása itthon és külföldön is. A szlovák kormány szerdai ülésén döntött arról, hogy az ország az európai COVAX kezdeményezés keretein belül elajándékozza a már meglévő koronavírus elleni oltóanyagainak egy részét, amelynek mennyiségét egyelőre nem pontosították. A kabinet döntést hozott arról is, hogy ugyancsak elajándékoz vagy eladásra kínál fel 160 ezer adagot a Sputnik V koronavírus elleni oltóanyagból. A Szlovákia még márciusban 2 millió adag Sputnik V oltóanyag vásárlásáról kötött szerződést, ebből eddig 200 ezer adagot szállítottak le, de az oltóanyagot csak június elején kezdték használni. Az orosz gyártmányú oltást szerdáig több mint 8004-en kapták meg, további több mint 14000 személy pedig már jelentkezett az oltás felvételére, a Sputnik V beszerzése miatt korábban több hétig tartó, kormányátalakításhoz vezető válság is kialakult a négypárti szlovák kormánykoalícióban, amelynek két kisebb, liberális pártja ellenezte azt. Az oltóanyagot, amelyről a szlovák gyógyszerfelügyelet, SUK, különböző okokra hivatkozva hónapokig nem adott ki teljes körű szakvéleményt, végül Magyarország segítségével sikerült bevizsgáltatni, a mintegy 5,5 millió lakosú Szlovákiában a Nemzeti Egészségügyi Információs Központ, NCZI, adatai szerint szerdáig a legalább egy oltást már megkapott beoltottak száma 1.967.000 volt, közülük 1.400.000-en már a második oltásadagot is megkapták. Szlovákiában a koronavírus elleni oltóprogramban eddig a Pfizer, BioNTech, a Moderna, az AstraZeneca és a Sputnik V oltóanyagokat használják.